október 23-i bemutatók, melyek ezek, milyen különlegességeket mutatnak, mert erről beszélgetünk Kovács Szilveszterrel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ma lesz a premierje rögtön két darabnak, a Bányának és a Szerelemnek. Mit kell ezekről tudni? Elmondom a Bánya szerzőjének a nevét, hogyha nem vállal a felolvasását. Nem. Nem csodálkozom. Eino Juhani Rautavaara. Igen, tehát ezen gondolkodtam tegnap, amikor készültem, hogy ezt biztos, hogy nem fogom elmondani. Igen. Én is nagyon koncentrálok rá, mégiscsak két éve már gyakorlom ezt a nevet. Rautavaara volt, hogy egyszerű legyek, a finnek Szokolai Sándora. Tehát nem Kodály Zoltán, nem a Sibelius, hanem az azután következő generáció egyik jelentős operakomponistája. Most nyáron hunyt el. Bogányi Tibor, ugye a Bogányi család az Finnországban töltött hosszú időt, Bogányi Tibornak extra helyismerete van, ő javasolta ezt a darabot két éve, hogy ez 50-es évekkel, 56-tal is foglalkozó darab, és elmentünk az időzeneszerző, nagybeteg volt, fogadott minket, kis telefonomnak utolsó kis videóinterjút sikerült elkészítenem vele, és hát most ott tartunk, hogy ugyan ő elhunyt a nyáron, de özvegye is egy jelentős finn küldöttség, finn kultusminiszter és mások megtekintetik a finn darabot a világon először Magyarországon finnül előadva, ugyanis ez Rautavaara első operája ugyan, 57-től 63-ig írta, de nem merték bemutatni Finnországban. Amikor ezt tőle megkérdeztem két éve, hogy vajon miért nem, hiszen utána meg 7 operáját, igen, azt mondta, hogy tudja, fiatalember, hát ez nyilván nekem szól, de téves, nagyon közel van a szovjet határ. És aztán kiderült az is, hogy ugye a semleges Finnországra a Szovjetunió évtizedeken át olyan nyomást meg hatást gyakorolt, hogy igenis tudták befolyásolni, hogy Helsinkiben milyen színházban mi megy, vagy mi fog megjelenni, és nem kockáztattak a finnek, ez a darab pedig a magyar 50-es évekről szól. Hát ma már nyilván más a helyzet, de ez egy nehéz mű egyébként, és hát most úgy látom, Finnország is ráadta, ezt most Budapest bemutatja, úgyhogy, de nem baj ez így, mert ez egy finn-magyar koprodukció is egyben. Másik, Szerelem. Igen, azt szerettük volna, hogyha a világból összeszedünk egy alkotást, ami 56-ról szól, de legyen mellette egy friss magyar mű is. Úgyhogy volt egy meghívásos operapályázat, amelynek a témáját adtuk meg. Uh-huh. A Szerelem című Makkáró filmet kellett úgy, ahogy van, adaptálni operaszínpadra, és ezt 6 fiatal zeneszerzőből 5-en vállalták, és végül is ugye egy nyilván meg is nyerte, ez Varga Judit, ez a zeneszerző, aki pedig akkor így most megírta első olyan operáját, amelyik színpadra kerül. A Bánya megy előbb, egy férfias, egy feketébb, egy kemény darab, és aztán egy Juditnak ez a líraibb, de hát persze kortárzenei megoldásokkal élő egy felvonásosan a második fél időben. Azért ez egy nagyon érdekes kísérletnek tűnik, tehát hogy a Szerelem című film, az tényleg egy olyan film, amit szerintem azért nagyon-nagyon sokan láttak. Én bevallom őszintén, így ezt elképzelem operában, és nem látom magam előtt. Pedig vannak ilyen operák, tehát néhány szereplős, ugye el lehet mesélni a történetet, kellően homályos, ugye kevésben a párbeszéd, de egy operában valóban, ha az ember a librettót nézi, nem is olyan túl sok ám, amit énekelnek. És nem csak a barokban, ahol mindent meg is ismételnek néhányszor. Úgyhogy ez egy felvonásosban megoldható, uh-huh. És hát ugye az fontos, hogy 56-tal explicit módon foglalkozó művek, főleg az operaidonomban, ahol ugye lassabb a termés, nagyobb történelmi rátekintés kell, és lassabban születnek a művek, bújnak elő, muszáj volt egy impulzust adni ennek, hogy legyenek darabok, ugye amit elhoztam ide neked és a nézőknek is, ez 13 különböző program van ebben a füzetben, 30-valahány előadás összesen, hát a Spartacus is benne van, ami szinte egy lázadás az elnyomók ellen, de hát azért ez egy eléggé stilizált formája az 56-ra való emlékezésnek, de része ugyanakkor fontos, hogy akár egy dokumentumdrámát is be tudjuk mutatni, meg egy friss 56-ról szóló, de művészi alkotást, tehát ami különböző módon bástyázza körbe ezt az ünneplést, úgyhogy muszáj volt iratnunk is, és ennek ma este van a premierje. Igen, tehát még mielőtt bárki azt gondolná, hogy operaházban csak opera, azért úgy igyekeztek mindenfajta érdekes műfajban is megemlékezni. Kádár utolsó beszéde, ami egy dokumentumjáték, ez milyen? De érdekes egyébként, ha nem gondoltam, hogy ekkora húzása lesz ennek a témának, hiszen amit valójában teszünk, az annyi, hogy a nézőtér alatt van egy pince. Most nem tudom lerajzolni, de ez egy trapéz alakú ennek a metszete, ugye lejt a nézőtér, teteje az ugye lejtős, amúgy pedig egy ilyen derékszögű trapéz ez. És az a lényege, hogy... Közben a Spartacusból látunk. Igen, a Spartacusból röpül itt éppen felméri Lili, igen, így van.
Nos, tehát a nézőtér alatt minden néző széke alatt van egy ilyen kis kürtő. Na, az oda megy le abba a pincébe, ahol most játszani fogjuk a darabot. Nagyon fontos, hogy Kádár János alakját megjelenítsük. Többen kérdezték, miért. Hát azért, mert egyrészt 56 perc a Rákosi ellen indult, a rákosizmus, a rákosi rendszer elleni fölkelés. Másfelől viszont Kádár János veri le. Tehát, hogy Kádár alakja ott van-e 56-ban, hogy ne lenne ott. A tagja az első átalakuló kormánynak is. Úgyhogy, de nem csak ezért fontos, hanem azért, mert számos olyan filmfelvétel van, még a neten is, meg képfelvétel, ahol Kádár János és Rákosi ugyanabban a páholyban ülnek. Tehát azért ez a népi burzsoázia, ez az operaházat keményen birtokba vette, akkor rengeteg ünnepséget tartottak ott, ott egyesült a két baloldali párt 48-ban, általában nem tudjuk ezt, és ott tartották a személyi kultusz legmagasabb szintű eseményét, Rákosi születésnapját, a 60-at. Úgyhogy ez a nézőtér sokat látott, és a nézőtér alatti pince kvázi egy ilyen történelmi alulnézetben alkalmas lehet arra, hogy 50-en esténként, 10-szer megnézzék azt, hogyan tudjuk egymásba áttűnésekkel átvarázsolni Kádár 89-es utolsó MSZNP KB-ban mondott kéretlen beszédét, a magával viaskodó Kádárt, azzal a 49-es kihallgatásával, a brutális fiatal Kádár van jelen, ahol Rajk Lászlót penderítik meg Farkas Mihályon meg Péter Gáborral. Ez a két szöveg ad ki egy Jánusz arcú, vagy inkább egy 60 fokos Kádár képet, és hát ez minden éjjel 23 órakor elkezdődik. Sietni kell, mert csak 50-en férnek be a tűzoltó szerint oda. Uh-huh. Engedéllyel, úgyhogy... De itt csak a videó részleteket, meg eredeti felvételeket? Nem, lesz négy színész, aki... Uh-huh. Van egy nagy Kádár monológ, hát nyilván ez az előadásnak gerince, és van még három szereplő, akik időnként hol Nagy Imrét, hol másokat személyesítenek meg. Novák Tamás rendezi, és őt is kértem meg, hogy írja meg ebből az általam előadott ötletből. Írja meg, ugye ő azonos azzal a fiatal emberrel, aki a Biszkóféle lebuktatást csinálta a dokumentum filmjével, úgyhogy ez van. Holnap van 23-a? Nem, holnap után. Holnap után van. Holnap után túl megy minden olyan napon, ami nem hétfő, mert hétfőn mi nem tudunk játszani. Még csak felsorolás szintjén, mik azok, amiket még október 23-a kapcsán? Zavarba hozol, mert tényleg sok minden, tehát akkor a balettet már elmondtuk, az a Spartacus. Uh-huh. Lesz ott egy államünnepség 23-án este, ott Kodály Budavári, de ma is elhangzik, nagyon szép mű, akkor egy balettpadődő, azt lehet látni majd a tévében. A Napfény természete című Dawson balett és az Egmont nyitány, persze. Holnap van egy nagyon szép koncert az Erkel Színházban. Cifra György, 60 évvel ezelőtt, ugyanazon a napon, 22-én este, belett ugratva egy Bartók koncertbe. A elvtársak fölkértek egy magyar zongoristát 6 hónappal korábban, tanulni meg Bartók második zongorásait, az visszaadta, nagyon nehéz mű. Aztán fölkértek egy kínait, aki Mao összes művét megtanulta 8 nap alatt, és meg is értette, de ő is visszadta, és a végén a Cifrát kérték, aki ugye addig bárokban zongorázott, és állítólag ez egy olyan forradalmi este volt, ami utána az emberek már úgy tudottak ki az utcára, hogy tulajdonképpen már így morajlott Budapest, és hát ezt is újra játsszuk képességgel holnap. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.